Sziasztok! Gyurik Petra vagyok, díjlovas szakedző. Hogy mit is jelentenek a lovaglásban az átmenetek? A mai videóban megtudhatjátok. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először az alapjármódokat fogjuk megnézni. A ló három alapjármódja, a lépés, az ügetés és a vágta. Ezen kívül az átmenetek szempontjából fontos az állj és a hátralépés is. A jármódokat a ló úgynevezett lábsorrendje különbözteti meg egymástól. A lépés négy ütemű jármód, lebegő fázis nélkül. Az ütemet a ló patájának talajra érkezése adja. A helyes lépésnél négy jól elkülöníthető ütemben érnek a lábak a talajra. Lábsorrendje a külső-hátsó, külső-első, majd belső-hátsó, belső-első láb. A ló a hátsó lábával súlypont alá lép, az előső patanya átlépi. Melyet a lovas az emelkedő láb előrehajtásával ér el jobb és bal oldalon. A lépés a legfontosabb jármód, mindennek az alapja. Az ügetés két ütemű jármód, lebegő fázissal. Az átlós lábak váltakoznak, így külső-hátsó, belső-első együtt, majd belső-hátsó, külső-első együtt. Közötte lebegő fázis. Az ütemes ügetésnél a hátsó lábak súlyponttal elépnek, pontosan a patanyomba. A vágta három ütemű jármód, szintén lebegő fázissal. Lábsorrendje a külső-hátsó, belső-hátsó, külső-első egyszerre, és a belső-első, majd lebegő fázis. Az átmenetek lovaglásának több célja lehet. Mélyíti és fejleszti a lovas ülését, segítségekre hangolja a lovat, erősíti a ló és lovas kapcsolatát, és nem utolsó sorban fejleszti a ló izomzatát. Lovagolhatjuk az átmeneteket lépésből ügetésbe, majd ügetésből lépésbe, vágtából ügetésbe, ügetésből vágtába. Fontos, hogy a ló ferdességét figyelembe véve szimmetrikusan dolgozzunk. A kezdeti szakaszban egy jármódot lépjünk fel vagy le.
Az izmok 15-20 perc után bemelegednek, és tónusosak lesznek. Aranyszabály, hogy csak az az izom dolgozik, amelyik látszik. A rugalmas ló kényelmes, könnyen kiülhető. Ez a rugalmasság a lónak és a lovasnak egyaránt fontos. Így nem fájnak majd az izületek és az izmok. A lónyaka fontos szerepet játszik az egyensúlyozásban. A hasizom felfelé emeli a lovat. Játszik fontos szerepet. A hát pedig a hordozó erő. Egyik sem lehet feszes vagy merev. Az elengedett izmok következtében a ló helyes egyensúlya kialakul, így a négy láb egyenletes terhelésének tesztje, az ágy, minden esetben pontossá válik. Mondhatjuk, hogy az átmenetek lovaglása fontos alapköve a lókiképzésnek. Alkalmazzátok a mindennapi munkában, kézen vagy nyeregben. Ütem és elengedettség nélkül nincs egyetlen feladat sem.